gondolom, hogy ezt időnként mindig elő kell venni. Mondták nekem, hogy ezt már harmadszor játszok itt Békéscsabán. Hát nem baj, időnként ezt elő kell venni, mert ez hozzátartozik a, úgy szoktam mondani, a nemzeti legendáriumhoz. Hát ezt a darabot ismerni kell kicsinek, nagynak, öregnek, fiatalnak, hiszen ez a hazaszeretetnek egy olyan csodálatosan szépen megfogalmazott, ugyanakkor nagyon izgalmas, fordulatos, romantikus darabja, ami egyedülálló. Az a fajta szenvedély, ami a romantikának sajátja, az benne van, és az benne is kell legyen, mert különben akkor nem volna hiteles, amit csinálunk ezzel a darabban, ennek az eljátszásával. Nyelvében próbáltam közelíteni a korhoz, hiszen a jókai szöveg az rengeteg olyan szót tartalmaz, nem csak a latin szavakra gondolok, amiket már nem értünk, hanem olyan szavak, amik ma már nem használatosak. Úgy gondolom, hogy nagyon jó szereposztást sikerült találni. Két vendégünk van, Rubol Dödön, és a másik pedig az nem is szerep, bár én furcsa szerepet próbálok belőle csinálni, Tolcsai Béla, aki a zenéket is szerezte, de ő nem mint zenész, ő énekmondó, és olyanok is a dalok benne. Tíz gyönyörűséges nyarat töltöttem el a Gyulai Várszínházban, jó barátom Sík Ferenc vendégszeretetét élvezve, aki aztán 15 évig főrendezőn volt a Nemzeti Színházban. Békés Csabai sírját elég sűrűn meglátogatom. 80-as években játszottam már a Jókai Színházban Száraz György a Nagyszerű Halál című, szintén Gyulán bemutatott darabját, játszottuk itt tán 8 alkalommal. Fekete Péter és Sereg Zoltán művész urak munkásságát pedig a Szarvasi Nyári Színházban figyelhettem közelről, és megmondom őszintén, hogy nagyon vonzó volt, úgyhogy boldogan jöttem. A kőszívember fiai annak idején kötelező olvasmány a gimnáziumban, sose gondoltam volna, hogy Petőfi Sándor és Jókai Mór verseihez hozzátehetem a magam kis dalocska muzsikáját. Így hozta a sors, és ezt a 80-as évek közepén az Arany János Színházban Budapesten már bemutatták, akkor is muzsikát írtunk hozzá, de ott playbackről ment az egész, mert a színészek énekeltek. Itt most Seregi Zoltán fejébe vette, hogy én ott legyek a színpadon, és magam énekeljem a magam által elkövetett bűneimet, megpróbálok megfelelni ennek a kihívásnak, mivel a társulatból senkit nem ismerek, ez egy teljesen szűz terület számomra, csuda a színház kisugárzása, tetszik az egész, remélem nem süllyedek el.